Nem szabad már forgalmazni a magas cukor- és sótartalmú termékeket az iskolákban. Bár a büfék üzemeltetőin ezt még nem kérik számon, a legtöbb helyen törekednek a szabály betartására. Körülbelül október közepén megpróbálkozunk a paleolói diétával. Éppen tegnap kaptunk hozzá megkeresést, úgyhogy hát nem tudom. Minden esetre megpróbáljuk, és tehát lesz rá lehetőség itt vásárolni ilyen cukormentes és gluténmentes termékeket. A szülők biztosak lehetnek abban, hogy a gyerekek egészséges 10 óraira költik a zseppénzüket. Elsősorban arra törekszünk, hogy a testi és a lelki egészség egyensúlyban legyen, és ehhez hozzátartozik nyilván, hogy a legnépszerűbb helyen, a büfében is a diákok olyan élelmiszerhez juthassanak, amelyek nem károsítják, hanem inkább az egészséges táplálkozás felé vigyék az ő fogyasztásukat. A diákok szerint is fontos, hogy egészséges ételt egyenek 10 óraira uzsonnára. Fontos, ugye egyrészt azért, hogy legyen energiám ugye a szellemi munkához, illetve hát ugye a testi órák is elég megterhelőek. Itt a Kanizsai Gimnázium büféjében is nagy a választék, a diákok szívesen vásárolják frissen a 10 órait. Rendkívül szeretek egészségesen étkezni, ugyanis sportoló vagyok, és ez nekem nagyon fontos, és maximálisan meg vagyok elégedve itt az egészséges táplálkozással. Nagyon kedves a személyzet, nagyon szeretek ide járni, és tényleg nagyon finom ételeket is adnak, és mindig örömmel jövök ide. Itt az a tapasztalat, hogy a diákok keresik az egészséges ételeket. Ha egészséges ételeket keresnek, igazából a szendvicseinket viszik, mert abban friss salátát teszünk, de azért minden tizenéves szerintem szereti az édességet, ezért vannak pékáróink is. Igazából nincs okunk panaszra. Ebben az étkezdében újításokkal igyekeznek még egészségesebbé tenni a kínálatot. Most egy új törekvésről is értesültem éppen tegnap, hogy lehetőség nyílik arra, hogy lisztérzékeny gyerekek is nekik megfelelő termékeket tudják beszerezni, amennyiben erre igény van, illetve új törekvés az, hogy zöldségek és gyümölcsök is nagyobb mennyiségben fordulnak elő a kínálatban. Az iskolai büfések nyitottak az újdonságokra. A magas só- és cukortartalmú egészségre ártalmas ételek egyre inkább kiszorulnak a kínálatból.